A roma és cigány nők nem csak Magyarországon, hanem egész Európában is halmozottan hátrányos helyzetűnek számítanak, hiszen helyzetükben a hátrányok kumulációja mutatható ki. Elsősorban az etnikai, kulturális hovatartozásuk miatt, hiszen a tradicionális roma-cigány kultúra különbözik a többségi társadalmakétól, és ez az iskolában sokszor meg nem értéshez, sőt diszkriminációhoz vezet. Másodszorban a szociális helyzetük miatt, hiszen a roma népesség túlnyomó része szegénységben él. Harmadsorban pedig a nemük miatt, hiszen a legtöbb roma cigány családban egy tradicionális női szerep a domináns, ami a nők helyét a családi tűzhely mellett jelöli ki, és ezért a továbbtanulásokat nem tartja szükségesnek. Mindezek ellenére a roma nők egyre sikeresebbek az oktatási rendszerben. Aki társadalomtudományok kutatással foglalkozik, annak számára ez egy világos és közismert dolog, hogy a különböző társadalmi csoportok egyenlőtlen arányban jutnak el a felsőoktatásba, egyáltalán a színvonalasabb iskoloktatásba. Ez, hogy melyek ezek a csoportok, hogy úgy tudjuk őket azonosítani, hogy akik rosszabb lakáskörülmények között élnek, akiknek a szülei alacsony iskolai végzettségűek, munkanélküliek, vagy alacsony színvonalú munkát végeznek. Tehát mind, úgy is mondhatjuk, hogy szegények iskolázatlanok. Nagyon föltűnő Magyarországon az, hogy ezekben a családokban, vagy ezekben a társadalmi rétegekben felülreprezentáltak a cigány csoportok. Magyarországon becslések szerint 7-800 ezer cigány ember él, és ennek a lakossági csoportnak jelentős hányada rendkívül szegény. Ha a nemek közötti megosztásokat figyelünk, akkor általánosan azt tapasztalhatjuk Magyarországon, hogy a lányok, nem csak Magyarországon persze, hogy a lányok többet tanulnak, magasabb törekednek iskolázottság szemszögéből, mint a fiúk, a férfiak. A halmozottan hátrányos helyzetből a diplomáig. 10 roma és cigány nő sikertörténete a magyar oktatási rendszerben című könyv, ahogy a cím is mutatja, 10 roma és cigány nő sikeres iskolai pályafutását mutatja be a halmozottan hátrányos helyzetből a diplomáig. Ha visszagondolok az én életemre, akkor a kezdeti időszakban mi volt az, ami segítő vagy támogató volt? Én személyekről tudok beszámolni, hogy minden iskolaszakaszban, az általános iskolától a felsőoktatásig meg tudom nevezni azokat a személyeket, akik az én életutamban segítségemre voltak. És jó érzés megtapasztalni azt, hogy a saját közösségemben is érték az, hogyha valaki tanul, hogyha valaki az iskola rendszerben megpróbál érvényesülni, sikeressé válni. Úgyhogy ezt jó érzés, hogy felismerik és elismerik. A legtöbb roma cigány életében, aki egy sikeres iskolai pályafutást mondhat magáénak, fontos szerepet játszanak a tehetséggondozó, illetve segítő programok. A Gandhi Gimnázium talán a legismertebb roma cigány támogató intézmény Magyarországon. Az iskolát 1994-ben alapította a Bogdán János által vezetett Gandhi Alapítvány azzal a céllal, hogy roma cigány gyerekek magas színvonalú oktatást kapjanak, és érettségi vizsgát tehessenek. A Pécsi Egyetem romológiai tanszéke az egyetlen romológia tanszék Magyarországon. A tanszék jelenlegi vezetője Orsós Anna cigány származású. A romológia tanszék 1997-ben szerveződött, akkor még nem tanszékként, egy romológia szeminárium volt, 2000-től működik önálló tanszékként. A tanszékünk az akkreditált szakok mellett számos egyéb tevékenységgel foglalkozik, hiszen létezik 5 év óta a tanszék mellett, a tanszék szervezésében, tulajdonképpen is kezdeményezésére egy romológiai kutatóközpont. Mindemellett nagyon fontos részét képezi a tanszéki tevékenységünknek az úgynevezett tehetséggondozás. A hátrányos helyzetű, illetve roma hallgatóknak nyújtunk egy ilyen szakkollégiumi
lehetőséget, és mint egy ilyen roma szakkollégium segítjük az ő diplomához jutását. A romológia tanszék kiadásában jelenik meg a Gypsy Studies Cigány tanulmányok című könyvsorozat, melynek szerkesztője Cserti Csapó Tibor. Ez a könyvsorozat 2000-re nyúlik vissza, akkor jelent meg az első kiadvány. Azóta eltelt 16 év, és most már a 37. kötetnél járunk. A kötetben a címmel megígért 10 interjút adjuk közre, melyeket 2012-ben készítettem Pécset és Budapesten, Adéllel, Ágnessel, Barbarával, Franciskával, Jenniferrel, Mariannal, Máriával, Ritával és Szonyával. A neveket természetesen megváltoztattuk. Nekik ezúton is szeretnék köszönetet mondani, hogy hozzájárultak a velük készített életrajzi interjú publikációjához. Az oktatás-kutatás számára ezek az interjúk és az ehhez hasonló interjúk nagyon fontosak. Ha olyan oktatási rendszereket, támogatási programokat akarunk létrehozni, amelyek az egész oktatási rendszerben hatásosak, tudnunk kell, mi az, ami valóban segít. Remélem, hogy az itt közreadott interjúk további elemzések, kutatások alapjául szolgálnak majd, amelyek további támpontokkal szolgálnak a magyarországi roma és cigány nők iskolai karrierének elősegítésében. A könyv ingyenesen letölthető a Pécsi Tudományegyetem romológia tanszékének honlapján.